Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kalocsa Televízió sportmagazinját a Sipszó utánt látják. November 12-én, vasárnap rendezték meg városunkban a 26. Kalocsa kupát. A verseny óriási népszerűségnek örvend, hiszen az idén is közel 200 fiatal sportoló vett részt az eseményen. Szó szerint zsúfolásig megtelt a városi uszoda vasárnap, ugyanis ekkor rendezték meg a több mint negyed évszázados hagyományokkal rendelkező Kalocsa kupát. Az idei évben Bajáról, Szekszárdról, Kiskunfélegyházáról, Szigetvárról, Siklósról, Sejéről, Tiszaföldvárról, Dabasról, Bonyhádról és Dunaharasztiból érkeztek versenyzők városunkba, akik Szigeti Attila köszöntő beszédét követően nagy lelkesedéssel kezdtek neki a versenyzésnek. Milyen ezt szervezőként látni, hogy ilyen nagy érdeklődés van a verseny iránt? Hát nagyon örülünk neki, lassan ott tartunk, hogy kinőjük az uszodát, 184 gyerek jött el a versenyre, 11 város, 12 csapata van jelen. Nem gondoltuk, hogy ekkora létszáma meg fognak jelenni. Ugye egyre több kis gyermek úszik, 6-7 évesek is már versenyeznek, és ez azért megdobja a versenyzőknek a létszámát. Mi a vonzereje ennek a kalocsai versenynek? Mi az, ami miatt ilyen sokan szeretnek ide járni hozzánk? Én úgy gondolom, hogy a családi hangulat. Ez nem egy olyan hatalmas verseny, mint az országos verseny. Ide el lehet hozni olyan gyerekeket is, aki, tehát egy kezdő versenynek nagyon jó egy kisgyereknek. Ővelük kicsit elnézőbbek vagyunk, mint egy országos versenyen. Itt meg lehet tanulni azokat a szabályokat, amik miatt esetleg kizárhatják őket, és tényleg ez, hogy baráti a hangulat. 10-15 éve ismerjük egymást az edzőkkel, és ez oda-vissza működik. Akik ide jönnek, ha tartanak versenyt, akkor mi is megyünk oda hozzájuk. És hogyan működik ez a kupa, milyen versenyszámok vannak, és ki viheti el a végén a kupát, mind múlik, hogyan állnak össze a pontok, helyezések? Minden versenyszámban az első 7 helyezés kap pontot, és ez alapján számoljuk ki a végén azt, hogy ki nyeri meg a vándorkupát. Vannak 50 méteres számok az elején gyorsúszásból a kicsiknek, a nagyobbaknak már csak 100 méterek vannak, és a végén vannak váltók is. Újdonság az, hogy raktunk be mix váltót, ami azt jelenti, hogy két fiú és két lány úszik a váltóba. Még az is előfordulhat, hogy a kalocsai csapat egy ilyen szenior váltót összeállít, ahol a Danival mi is fogunk úszni, meg kettő olyan úszónk, akik már főiskolára járnak. Az idei évben sajnos nem sikerült itthon tartani a kupát, ugyanis 11 arannyal, 6 ezüsttel és 8 bronzéremmel az összesített csapatversenyben végül a negyedik helyen végeztek a kalocsai úszók. Az Egyesület nagy örömére a mostani és az elmúlt időszak jó eredményei mellett pedig arról is beszámolhatunk, hogy a sportág egyre nagyobb népszerűségnek örvend városunkban. Szerencsére nagyon érdekli a fiatalokat az úszás, rengeteg kezdőnk van. Egy problémánk van, hogy kevés, aki igazán versenyző, aki minden nap elkezdi, és minden nap itt van, minden nap úgymond 100%-on teljesít. Ebből ilyen 12-13 fő, aki rendszeres versenyre járó. Reméljük, hogy ők azok, akik most itt hozzák az érmeket, akik pedig napi vagy heti kétszer járnak, ők meg a pontokat hozzák és erősítik a csapatunkat. Mindenkire szükség van. A múltkor edzettünk ketten a Lakatos Bencével, tehát ő volt egyedül, és hát azért rájöttünk arra, hogy ezt egyedül nem lehet elérni, ezeket a sikereket, amit a Bence elér, tehát egyedül nem lehet oda menni az ország elejére, ehhez kellenek a többiek, kellenek mindenki, kell a csapat, hiába egyéni sportág, mindenféleképpen szükség van a többiekre, nagyon nagy szükség van. És ez nagyon jól működik, hál' Istennek. Örömmel beszélhetünk róla, hogy a Dani átvette a kisebb korosztályt, ő már kezdi a 2010-11-esek keresését. Mi kell ahhoz, hogy valaki ezt el tudja kezdeni? Van-e valami különleges adottság? Mennyi időt kell arra rászánni, hogy valaki mondjuk részt tudjon venni, mondjuk akár egy ilyen versenyen is kezdetnek? Igen, hát többnyire óvodáskorban, 4-5 éves korú gyerekek jönnek úszás oktatásra, itt megtanítjuk azért őket úszni, az alapokat, gyorsúszás, mellúszás, hátúszás, szabályokat, és onnantól, ha már jól megy nekik az úszás, akkor átkerülnek egy ilyen nagyobb csoportba, a nagymedencés edzésekre, és hát most pont vannak rengeteg ilyen kisebb 2010-es, 9-es, 8-as születésű gyerekem, őnekik ez lesz az első versenyük, így a komolyabb szinten. Hát igazából az a lényeg náluk most még, hogy azért megtanulják a szabályokat, szépen leússzák a távot. Nem a helyezés lesz nekik a lényeg, hanem hogy lássák azt, hogy milyen egy verseny. És hát reméljük, hogy minél jobb időket úsznak, majd megjavítják azokat, amiket edzésen lemértünk, megpróbáltunk,
illetve amit megbeszéltünk, hogy ami javítani kell, reméljük azt is így majd ezen a versenyen itt. Mi az, ami őket jobbá teszi, a technika vagy a fizikai adottságok? Mitől lesz valakiből jó úszó? Hát mind a kettő nagyon fontos, de itt az elején azért még nagyon fontos a technikai dolgok, hogyan tesszük a kezüket a vízbe. Tehát itt azért még ilyen 7-8 éves gyerekeknél annyira a fizikum még nem szabad nagyon őket széthajtani. Tehát itt azért jobban figyelünk oda a technikai dolgokra, ők nekik nincsen sok edzésük, egy heti kétszer, egy órába edzenek még. Tehát ott náluk inkább a technikai dolgok, amik így még az elején oda kell figyelni. És aki esetleg kedvet kap, hogyan tud hozzátok jelentkezni? Hát rengeteg oktatás csoportunk van, bármelyikünket fölhívják telefonon vagy a úszodát, akkor megnézzük, hogy kit hova tudunk beosztani, és akkor onnantól már igazából az egész így működik heti szinten. Természetesen a szervezők az idei évben sem feledkeztek meg a kalocsai úszósport alapítóiról, így a kupa keretében átadásra kerültek a Stankovics Istvánról és dr. Filvig Gézáról elnevezett emlékdíjak is. Egy izgalmas mérkőzésen 5 gólos győzelmet aratott a KKC férfi csapata hazai pályán a Hőgyésszel szemben a bajnokság 7. fordulójában. Azt már a mérkőzés előtt tudni lehetett, hogy nem lesz könnyű dolga a Kolics János együttesének, hiszen egy jól képzett, erős játékosokkal rendelkező ellenfél várt rájuk a bajnokság 7. fordulójában. Sajnos nem erre készültünk, ezt a jó kis férfias csatát a két játékvezető sikerült elrontani ezen a szombat estén. Mi is hibások voltunk, fölvettük a játékvezetőkkel foglalkoztunk, nem a játékunkkal. Mikor második fél idő közepén volt egy lehetőségünk, olyan egyen ment a kalocsa, és nem értünk vele, onnantól kezdve már úgy látom, hogy elment a hajó. Úgy látszott, hogy amikor az idegek fölmondták a szolgálatot, akkor csúszott vissza újra a csapat, hiszen a második fél idő elején gyorsan feljött az együttese. Igen, fél időben megbeszéltük, hogy mit játszunk, nagyon a fiúk nagyon akartak győzni, én is akartam, megbeszéltük, úgy is játszottuk, ameddig tényleg megint nem jött ez a bizonyos holdpont, ott kicsit beragadtunk. Azért mondom, hogy a játékvezetők is segítettek, de így sajnos megérdemelten nyert a kalocsa. Ők voltak a nyugodtabbak ma. Most ismét egy nagy csata otthon majd. Hát igen. Fogadjuk azt a Rinyamentit, aki ebbe az évbe gyakorlatilag meggyengült, de mégse fiatalokkal nagyon jó csapatot építettek, úgyhogy szeretnénk hazai pályán nyerni. Mindenki hazai pályán szeretne, mi is szeretnénk. 31-26-ra sikerült tehát legyőznie kézilabdásainknak a Hőgyészt egy igazán izgalmas mérkőzésen. Igen, így is készültünk, azért egy nagyon nehéz mérkőzésre számítottunk. Ugye a Hőgyészben nagyon jó játékosok vannak, nagyon képzett technikás játékosok, csapatként is azért jól muzsikálnak, ugye azért ott vannak mögöttünk a tabellán, tavaly ugye meg tudták szerezni a harmadik helyet. Én azt gondolom, hogy jelen helyzetünkben ugye minden két pontnak örülni kell, és én nagyon örülök, hogy a fiatalok felnőttek a feladathoz, és itthon tudtuk tartani a két pontot egy nagyon jó ellenféllel szemben. Most lesz egy vidéki mérkőzés ismét. Baján nagyon nehezen sikerült a döntetlent kiharcolni. Így van, utazunk vasárnap Komlóra. Nyilván a Komló U22-es csapata, nem tudjuk, hogy milyen összeállításba fog pályára lépni. Ha mindenki visszajátszik, ugye az NB1-ből 4-5 játékos, akkor nagyon nehéz mérkőzés lesz. De bízom benne, hogyha olyan mentalitással és a szívünket ki tudjuk tenni a pályára, mint ma, akkor bízom a jó eredmény elérésében. Mint említetted már az előbb, a fiatalok úgy látszik, hogy kezdenek feljönni, egy kis önbizalmat kapnak egy-egy ilyen mérkőzésen. Jagica Marcell és Vidók Patrik is jól játszott a mai napon. Így van, bennük van, ugye nem véletlenül készülnek nyáróta a felnőtt csapata. Vidók Patrik nagyszerűen használta ki a helyzeteit, nagyon fontos pillanatokban hozott nagyon jó döntést, a fiatalkor ellenére éretten gondolkozott, valamint amikor a Jagica Marci beállt a kapuba, onnantól kezdve nagyon jó védett, de ezért van 3 kapusunk, hogyha valakinek nem megy a játék, akkor tudják segíteni egymást. Nem csak Szvétek Balázs, hanem az edző is elégedett volt a végeredménnyel, sőt, mi több, szó szerint fantasztikusnak nevezte csapata teljesítményét. Egy nagyon erős Hőgyész sikerült legyőzni. Ez a Hőgyész idegenben verte a Siklóst, idegenben verte a Komló csapatát. Nagyon megerősödött ez a gárda is. Pécsről, Szegedről, Dunaújvárosi játékosok érkeztek. De nagyon jó volt látni azt, hogy erős klasszis emberek ide vagy oda. Egyszer csak az edzés nélküliség kijött a játékukon, elfáradtak. A lövéseik pontatlanok voltak, technikai hibákat vétettek, mi pedig nagyon jól kihasználtuk.
és elsősorban annak köszönhetően, hogy nem volt rizikómentes, de cseréltük, forgattuk a csapatot, a Baksa, a Schmidt Raul, a Jagica, a Rumi, az összes fiatal hozzá tudott tenni ehhez a sikerhez. A Vidók Patrik indításai fantasztikusak voltak, tehát egy olyan közös teljesítmény volt ez, ami ezek nélkül, a kis apró segítségek nélkül nem teljesíthetett volna, nem teljesülhetett volna, bármennyire is van egy erős gerince a csapatnak, a Kanalas, a Balla, a Szvétek és a Katona személyében. Úgy látszik, a fiatalok kezdenek felnőni az idősebbekhez. Reméljük, még egyszer mondom, döntő jelentősége volt a mai napon annak, hogy ezek a kiegészítő emberek azzal az apró, pici kis hozzátett értékükkel segítették a győzelmet. Jövő héten megint egy sötét ló a Komló. Ki tudja, hogy milyen összeállításban játszanak? Így van, soha nem lehet tudni. Képesek egy komplett NB1-es sorral fölállni, van, amikor az utánpótlással játszanak, de én most annak örülök, hogy ezt a hazait begyűjtöttük, és tudunk egy mély levegőt venni. Meg hát egy kis önbizalom nem árt a csapatnak, különösen úgy, hogy a bajai mérkőzés az bizony, hát az is elég parás hangulatú meccs volt a múlt héten. Így van, hát talán önbizalom azért van, mert döntő szituációkban egész nehéz megoldásokat választva sikerült gólokat lőnünk, amiben egy kis hiányt érzek, a stabilabb védekezésünk. Addig, amíg ez a csapat bírta erővel, addig a vonalon védekező játékosainkat át tudták lőni. Akkor taktikai változás is kell a csapatnál? Ez nem taktika, mert a taktika az adott volt, hanem a taktika végrehajtásába kell finomítani. Tehát, hogyha ilyen komoly lövőerővel rendelkezik az ellenfél, akkor nem lehet a hatoson átsorogva várni. Arra fel kell lépni, fel kell ütközni, és a mozgás kezdetekor belelépni a támadó szándékba. Akkor ezek szerint még mindig van teendő, mint általában? Hát, ha még 100 évig játszanánk egyfolytában ezt a kézilabdát, akkor is lenne. De nekünk aztán ezzel a fiatal csapattal, ezzel a fiatal saját nevelésű gárdával, ezzel remélem, hogy hétről hétre jobbak leszünk, és valahogy sikerül ezeket a nehéz feladatokat is végrehajtani. Ugye a Komló idegenben nem lesz egy egyszerű feladat, de ettől még nagyobb lesz az, hogy hazai pályán fogadunk két nagyon erős csapatot, az első helyezett NEKA és a bajnok esélyes Mecsek Nádasd jön. Hasonló mérkőzésre számítok, nüansznyi dolgokon fog múlni. Egy biztos, hogy ezek a mérkőzések is 3 esélyesek lesznek. A KKC a most megszerzett 2 ponttal a tabella 4. helyére lépett elő, innen várja tehát a folytatást. A hétvége nem csak a felnőtt kézilabdások számára volt izgalmas, hanem a Gézengúz utánpótlás csapatainak is, hiszen az U10-es fiúk a bajnokságban másodszor, míg a lányok első ízben léptek pályára szombaton. A Gézengúz utánpótlás kézilabda klub ifjú versenyzőiről éppen egy hónapja adtunk hírt, amikor is Buzogány Szabolcs és Dávidházi Sándor növendékei kezdték meg a szezont és a küzdelmek sorát. Most az U10-es fiúkra és lányokra került a sor. Az utánpótlás csapatainknál is az a helyzet, hogy sűrűsödik a program. Szinte minden hétvégén 3-4 csapatunk folyamatosan megy versenyre, megy valamilyen aktuális fordulóra, de például most az előttünk álló hétvége 5 csapatunk is megméretteti magát az aktuális fordulókba. Az előző hétvége azért volt érdekes számunkra, ugyanis debütált az egyik korosztályunk, mégpedig az U10-es lányaink most léptek pályára először, az U10-es fiúk pedig már a második kört taposták, de ahogy már eddig is elmondtuk, itt a kézilabda bajnokság ugye úgy épül föl, hogy ahogy a gyerekek
egyre fiatalodnak, úgy egyre később kapcsolódnak be az adott kézilabdás körforgásba, úgy később íródik ki neki az aktuális első forduló. Most hétvégén pedig az U9-es lánycsapatunk lesz az, aki szintén debutál, és elmondhatjuk, hogy amit terveztünk az idénre, 13 csapatból 11 pályára fog lépni a 2017-es, 2018-as szezonba. Ugye az U7 és az U8-as csapataink, akik viszont februárban indul nekik a bajnokság, január-februárban, elmondhatjuk előjáróban, hogy szinte biztos, hogy mind fiú, mind leány vonalon, mind U7, U8-ba részt fogunk venni az MKS által kiírt gyermekkézilabda bajnokságokon. Beszéljünk kicsit a most elmúlt hétvégéről, pontosan hol jártak és milyen eredményeket értek el az U10-esek? Az U10-es fiúkkal Kecskeméten voltunk. Mint említettem, ők már a második fordulóba léptek. El kell mondani, hogy ez nagyon jól sikerült ez a forduló, engem is meglepett, hiszen nem csak a 2-ből 2 győzelme az, ami kiemelendő, hanem a mutatott játék is, azt kell mondjam, hogy megsüvegelendő és bizakodásra ad okot. Az U10-es lányok pedig, ugye, mint említettem, most először léptek pályára. Sokan nem csak az idei bajnokságba, hanem a csapat felének ez volt élete legelső kézilabda fordulója, kézilabda pályára lépése. Így nekik még ugye az eredményességről korai lenne beszélni, viszont már nagyon nagy eredmények tartom, hogy ebbe a korosztályba is sikerült egy jó közösséget, egy jó kollektívát kialakítani, és tényleg egy egységet csapatként sikerült elindulnunk az U10-es lánybajnokságban is. Ugye most itt említetted, hogy egyre több csapat lép be a bajnokságba. Edzőként hogy tapasztalod, mennyire rázódtak össze a fiatalok, mennyire adják vissza a pályán azt a játékot, amit az edzéseken gyakoroltok, vagy amit elvártok tőlük? A fiatalabb korosztályban ugye ez sokkal nehezebb, hiszen egy kevesebb edzés lehetőséget is tudunk nekik biztosítani, és sokkal nehezebb elsajátítaniuk a kézilabda alap lépéseit, alapfogásait. Az idősebb korosztályoknál ez már kicsit könnyebben megy, hiszen ők már több éve együtt vannak, több éve űzik ezt a sportágat, ez mind az egyéni fejlődésükben is meglátszik, mint pedig csapatként ugye sokkal összehangoltabbak. Most hétvégén például a serdülő fiú csapatunknak sikerült nagy arányú győzelmet elérnie. Itt is ugye nem a maga az eredmény, ami kiemelendő, hanem a mutatott játék, ami engem is nagy örömmel töltött el. Ugye most a legújabb trendek szerint nem az eredmény számít, hanem ugye maga a munka, a részvétel. Hogyan sikerül ezt összeegyeztetni azzal, hogy a gyerekek ne veszítsék el a kedvüket, a játékszenvedélyüket? Igen, ezt én is mindig elmondom, hogy nem az eredményesség az, ami minket legfőképpen motivál, hanem tényleg az, hogy egy jó közösséget, egy jó csapatot, egy családot tudjunk biztosítani itt a gyerekeknek. Viszont igen, itt is, főleg a kisebb korosztályokban a Magyar Kézilabda Szövetség bevezette, hogy az nem csak az eredményesség, hanem maga szinte már az eredmény sem lényeg. Számolják ugyan a mérkőzéseken azt, hogy milyen eredmény születik, viszont összesítő táblázatot nem készítenek. Én azt mondom, hogy ez valamilyen szinten jó is, valamilyen szinten nem is, hiszen az élet természetes velejárója a versenyhelyzet. Mindenki azért csinálja valamilyen szinten az adott sportágat, mert szereti a versenyhelyzeteket. Nehéz így azért főleg az idősebb korosztályt, például az U12-eseket motiváltá tenni, de azt kell mondanom, hogy ez egy-egy meccsen, hogy azért tudjuk, hogy ki és mennyivel nyert vagy vesztett, így azért a gyerekeknek a teljesen nem folytjuk el a versenylázát. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, magazinunkkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Ne feledjék, adásainkat addig is megtekinthetik a www.kalocsatv.hu weboldalon. További szép estét, kellemes televíziózást, viszontlátásra!